nagyon sokan tudják, és nagyon sokan találkoztak a Családfa magazinnak a legújabb számával. Tisztelettel jelentem, hogy amit a Családkutatóklubban tavaly júniusban tartottam előadást, annak az írott változata megjelent. Köszönöm szépen. Kolléga Tarsó István föntartja magának a jogot, mint főszerkesztő, hogy egy kicsit átszerkesztve dolgokat. Én aktuálisan, és én beletettem egyébként a plakátot is, úgyhogy én szívem szerint benne is hagytam volna képanyagként, nyilván a betűvóját ennek a bizonyos rendezvénynek. Ő ezt az elejét lecsípte, aztán a végéhez is hozzátoltott valamit. Mindegy, szóval lényeg, ami lényeg, a 99%-a az enyém, és külön én mindig úgy szoktam lenni, hogy az az igazi, amit az ember a saját képkezével csinál, úgyhogy az a képanyag, ami megjelent a folyóiratban, a cikkemmel, tanulmányomban, az ugyancsak az én szerkesztményem. Tehát azért mondom, hogy én szkennelem, saját ügyeményemből meg én szerkesztem a képeket. Szeretném is körbeadni, aki esetleg minden lett volna a kezébe. A kedves tanárkollégáimnak és a kedves diákjaimnak mondtam, amikor bevittem ezt a folyóiratot, hogy akkor lapozgassák már át, hát ha a szerzők között találnak egy ismerős nevet, annyira nem ismerős, mint a Herman Robertnek a neve, csak azért mondom, hogy azért iskolai gyertékben esetleg. Tisztelettel jelentem. Bocsáss meg egy pillanat, hát még egy nagy ismerős név van benne, a Szolnoki Levéltárból, a Farkas Ünce. Az nem ő. Én is küldtem neki gratulációt. Ez egy, és a Bedekovicsról nem ő írt. Nem ő írt. Én belefutottam ebbe, és küldtem neki egy baráti és igazán tiszteletteljes kollegiális, és közölte nyilván, és tényleg a neve az nem így van, hogy neki Vince a családneve, és nem a keresztneve. Úgyhogy én is belefutottam ugyanebbe a dologba, és ő visszaírt, hogy akkor egy gázfényt tanulj. Ott van egyébként a folyóiraton a szakdolgozatánál meg van jelölve, hogy melyik településről van. Úgyhogy az nem ő. Bocsánat. Nem és ő, de jó, hogy mondod. És ő írta nekem, hogy köszönöm szépen a gratulációt, de nem őt illetően. Én is gratuláltam neki, és mondta, hogy nem ő az. Mondta Bedekovics, hát pont jársak. Igen, és ráadásul levéltári hivatkozások vannak. Igen. Úgyhogy most azért nem említettem ezt, mert én ebbe belefutottam, és akkor ilyen kellemetlen helyzetbe kerültek. Megfoglaltam ezt a kellemetlen helyzetet itt. A tagság előtt. És belefutottam ilyesmibe. És Szolnoki Levéltár és levéltári hivatkozás. Vince is gratulálok, és írta, hogy akkor sajnos nem jött. A másik megjelenés, amit magammal hoztam, közel 3 kilós ez a közet, úgyhogy most ezt lehet, hogy nem adnám egyébként körbe. Humánia 30, ez a Kecskeméti Múzeum névkönyv, hogy nem csak szűkebb pártiának a történetét igyekszem mutatni, hanem van nemzedékek emlékezetet című sorozaton is, és mint a Kunoknak az egyik leszármazottja, megírtam a Kiskunság gyundászat történetét a kezdetektől 1918-ig, úgyhogy ebben a kötetben jelent meg. Ez annyira friss és annyira új, hogy most bontottam ki a Damjanics Múzeumnak a hát irányításával közvetítését, jutottam ehhez a könyvhöz. Most ezt nem adnám körbe, mint a tégla, tehát mindenkinek lehúzza a kezét, jó? Tehát nem adni, mert sajnálom. Itt majd a szünetben természetesen bele lehet lapozhatni. Jó, és akkor ennyit erről. Bizonyára olvastuk, illetve hallottuk a rádióban, hogy házasság hete van. Mi, mint családkutatók nem mehetünk el emellett szó nélkül. Fölhívták a családnak, a családtörténetnek a fontosságára, hiszen nyilván a mai családokban alakul a jövő, és a jövőnek a munka, úgyhogy ez azért feltétlenül fontos. A kedves taktársak bizonyára ügyesen rendezték az idei évi tagdíjat, február 15-e volt a határidő, én megkaptam és rendeztem időben, amit kellett. Aztán nem készült el a hírlevél, és hogy nem készült el a hírlevél a programváltozásoknak köszönhető, és azoknak az oka. Én már kiadtam egy előzetes tervezetet, azon már is mondtam, hogy lesznek kisebb vagy változtatások. Jó, nyilván az csak tervezet, tehát azért is írtam, és azért is kértem, hogy mindenki úgy vegye. Tartalmas programokkal továbbra is, tehát értékes, szép előadásokkal, programokkal mindenképpen meg lesznek töltve ezek az alkalmak.
hanem is azok, amiket ő előzetesen elveszünk. És akkor most engedjék meg, hogy átadjam a szót Szűcs Lajos történész kollégának, aki, ahogyan említettem, egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas szeretét fogja szólnoknak ismertetni, és egyúttal felkérem majd, hogy akkor néhány mondatban mutatkozzon be önnek. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, én Szűcs Lajos vagyok, és én szolnoki származású vagyok, Vidasenyszörgyön lakó, helytörténész, történész és családfa kutató vagyok. Azért is jöttem tavaly szeptemberben ide, hogy a családfa kutatás és hátra tudok én is tanulni, illetve, ahogy mondják, tanítani is. Ugye a bölcsember az tanul és tanít is. És akkor beszéltem a Krisztiánna, hogy helytörténettel foglalkozok én is, főleg ez a Magyarország 20. századi, hogy mondjam, szűz témát, a román megszállás menekült kérdés, hogyan hatott Trianon, Szolnok gazdasága. Tehát olyan, amiket mondjuk nem nagyon foglaltak össze az elmúlt mondjuk 20-30-40 évben. Ugye most már a Trianon 100 kutatócsoport, meg a további kutatócsoportok is foglalkoznak ezekkel a menekült kérdésekkel, de ugye a helytörténet adja össze, hogy a mikrotörténet, az egész makrotörténetet. És akkor ugye az előadásomnak a címe, ugye pillanatképek szólnak történetében, 1830. Itt lényegében az elmúlt 4-5 év saját kutatásaimat fogom előadni. Ugye itt olyanokat értem, mint a tanácskormány ideje, román megszállás, vagonlakó, Trianon hatásai, illetve három épületre, az evangélikus templom, a közösségre, a bábaképzőre, valamint a tiszaszállók és gyógyfürdőre. És akkor kezdjük. Ugye 19. március 21-én ugye megbukott a Magyar Népköztársaság, helyette átvették Ungiláik a hatalmat, létrejött a Magyar Tanácsköztársaság. Ennek másnap jött meg a híre Szolnokra, és akkor meg is szervezték a vármegyei direktóriumot. Hát nagyon részletesen nem megyek bele, de például első rendelkezései voltak a fegyverek beszolgáltatása, a statárium, ugye az, hogy senki nem mehetett ki az utcára, illetve az, hogy rögtönítő bírás, tehát hogyha bármi vétséget elkapták az embert, akkor nem kerül polgári bíróság elé, hanem egyszerűen megbüntették és általában akasztás vagy tarkólövés járt érte. Illetve szentilalom, ugye nagyon nem tudják, hogy Magyarországon 19. március 21. és augusztus 2-a között, amíg fennállt a tanácskormány, nem lehetett sem alkoholt árusítani, sem fogyasztani, ugyanis a kisebb vagyonnak megfelelő büntetés, illetve börtönbüntetés járt érte. Azt sem nagyon tudják, hogy például május 1-e és május 3-a között, ugye addigra a román csapatok ide értek Erdélyből, ugye 19. április 16-án megindult az egész keleti fronton a hadművelet, ugye a Magyar Tanácsköztársaság csapatai ellen. Április végére el is érték a Tisza vonalát, és ugye ennek hírére a vörösök elmenekültek Szolnok, Rabonyba, illetve Szeglédre, és május 1-e és 3-a között úgynevezett, hát ugye fehérek vették át a hatalmat, ugye majd a későbbi vezetők, mint például Zrumenszky Viktor, illetve Hild Viktor és társa, ugye ők benne voltak ebben. Nyilván amikor ugye Samueliék május 3-án visszatértek Szolnokra, és 22 embert halálra ítéltek, ugye a legfiatalabb